Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Jön a harmadik epizód. Remek történetekkel, sztorikkal, Gerencsér Tititől, Bató Zoltántól, Szelecki Tamástól és Kosztolányi Tamástól. Szerintem mi mentünk együtt, kim voltál talán a román EB futamon, nem? Igen. Jól emlékszem, úgy van. Amikor a Lacékat kísértem kis filmeztünk, akkor emlékszem, hogy voltál. Igen, hát sajnos az egész a végén végeztem, mert abszolút harmadikok lettünk. Úgyhogy az teljesen egy különleges verseny, olyan szempontból különleges verseny volt, brutálisan jó volt a rendezés. Az így van. Olyan volt például, hogy a teherautók mentek fölfele, a guti, vagy mi valami gyorsasági a hegyre, és jött a rendőrfél, voltak ilyen parkolók, hogyha fölforr a vize, vagy valami ott félre tudjanak állni. Félre zavartak mindenkit, elment a mezőny, visszaengedtek mindenkit, és ment tovább a izé. Emlékszem, nem volt egy napig lezárják a... Igen, Nagybányán, így volt. De például voltak lassítók, ami gyönyörű szépen meg volt csinálva, ilyen kadminiumozott rúdra rá volt rakva ilyen halszálkás zászlók. A verseny elején. Végén semmi nem volt. Úgy kellett összesöpölni. De mondom, jó volt, azt nem tudom, hogy melyik futam, mert a Maksa is ott volt az egyiken, azon is ott voltál? Én kettőn vagy hárman voltam. Igen? Mert ott volt az, hogy a Maksa is jól ment, ugye már zárkózott föl ott minden, és akkor végén nem tudom, az utolsó gyorsan dobta el, de hát ezt majd vele megbeszik, mert emlékszem ezekre a román futamokra azért Nagybányán. Tehát ott minden a versenyé volt. Az biztos. Figyelj, azért tényleg oda mentünk így a magyar küldöttség Erdélybe, mert azért ugye akkor még csak Romániának hívhattuk, meg határátka is tudod, minden, de ott szó szerint és elnézést mindenkit, de kinyalták a fenekünket. És az olyan volt. Tehát mi is néztük. Ugye nem volt nagyon mezőny, mert volt 18 vagy 20 autó, de azt lehet mondani, hogy fantasztikus volt a rendezés. Hát magyar ajkus srácok rendezték egyébként. Ott már sokan voltunk. Tehát az EB futam volt, ott már jöttek a németek, Mitsubishikkel, meg nem tudom én milyen autók, tehát ott már voltunk egy 40-45-en. No, hát plusz a prototípus Dacia, ami turbós volt, hátulhajtott, azt nem látod az autókat? Az nem. Brutálisan meg volt alkotva, teljesen európai szintű volt, gondolom ami turbós Renault motor volt benne, illetve nagyon, nagyon szépen meg voltak csinálva, de aztán nem lett folytatása. Azt mondd meg nekem, Zolikám, és akkor ezt a kérdést, de tényleg. Tehát ugye látod, hogy Rangalaci hoz egy Subarut, megfertőződsz tőle, és akkor hogy lehetett abba az időbe elintézni, hogy te is elmész és veszel egyet? Akkor Kosztolányi már húgarok. Na, ezt úgy, mondd meg. Hogy te is elmész a boltba. Hát fölhívod a megfelelőt. Na jó, most ne akasszál engem hasba. Kitelefonálsz, van egy eladó kocsi, kimész és megveszel. Szerintem egyébként a magyar rally történelemben az egyik legötletesebb és legszebb dekorja annak a Subarunak volt. Szép volt. Volt azért. És mi volt ráírva? A tervezés is. Én tudom, mi volt ráírva. A Petrolandra gondolsz? Igen. Na, azért igen, és akkor hogy lehetett venni egy Subarut? Nagyon szépen köszönjük a szponzoroknak. Így a Petroland Kft. Hogy áldoztak a magyar autósportért, és megfinanszíroznak nekünk. Az egy jó időszak volt, nem? Az egy jó érzés volt, hogy... Az nagyon, és nagyon bánom, hogy azt a kocsit el kellett, hogy... Igen, mert annak a kocsinak 001-es volt azóta ebből a típusból az első kocsi. Most igaz? Megtaláltam, ötször annyira árulják, és tényleg? Ödre pusztulva a citromsárga ülésekkel. Aha. Tehát már szinte semmi nem épp belőle, csak talán a váz ugyanaz. De még mi így is az eszmély értéke baromi nagy. Igen. És bánod, hogy eladtad akkor? Hát... Most már így utólag bánom, de hát akkor el kell adni, befejeztem, kész. Na és akkor, amikor kiderül, hogy meg tudod vásárolni, meg is teszitek, hogy jutottatok hozzá egy autóhoz, és milyen segítséget kaptatok a ProDrive-tól, mert azért tudom, hogy ott... Igazából itt jött be, a Laci segített, Lacinak a barátja volt a Trébics Sanyi, én így ismertem meg a Trébics Sanyit. És simán oda invitált, hogy menj a Sanyihoz, Sanyi intézi, neki megvannak a kapcsolatai, ő a ProDrive-nál is volt igazgató,
rengeteg külföldi verseny kapcsolatai voltak, és a Sanyi segített, körülnézett, és így a Szilti Sportnál, ahol a Laci ment, ott találtak egy autót, amit felújítottak, megcsináltak, együtt raktuk össze úgy, ahogy a saját szerelőimmel kint a műhelybe, hogy azért értsünk hozzá, megcsináljuk a dolgokat, megismerjük, és így jutottunk tulajdonképpen hozzá. És akkor nyilván ezzel az autóval azért megint csak bajnoki álmokat szövegettél szerintem, hát de nem igen, lett az. Nem sikerült, azért nem a legutolsó technika volt, és ez azért már iszonyatos pénzbe került mindene, tehát itt tényleg számolni kellett a kilométereket. Hogy hát az első évben nem, mert ugye ott volt még a Petrolon. Ott volt, persze, de hát az sem. Csak azért. Az sem. A második évben is a Petroland volt rajta. Én azt hittem, hogy ezen az estén mindig majd belőle tudok kihúzni mindent, mert ugye a Tamás minden, az annyit beszél, most meg úgy hallgat. Inkább ne kérdezd őt. Nem, tehát ez azért nagyon nagy költség volt már. Tehát fogytak a váltóalkatrészek mindent, tehát az első évet még azért elég szépen megcsináltuk. Azt mondom, hogy igazából az első évben azért ráfeküdtettek minden téren, tehát akkor azért nem tehát voltak nagyon... Volt, már a második évre emlékszem, voltak, igen. Minden volt, a második év az már nagyon spórolós volt. Így van. Ott már használt gumikkal mentünk, tehát az ott látszott is az eredményen is, hogy... De ez annak tudható be, hogy mondjuk az első évben, az első évi próbálkozás az nem bajnoki címmel zárult? Nem ennek tudható. Tehát akkor nem számított. Egyszerűen így alakultak az üzleti dolgok is, meg a szponzorációs dolgok is. Csinálhattuk volna ezt meg tovább, tehát nem kellett volna eladni, lehetett volna fúrni, faragni. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Én mai napig is mennék, mint a Tibi, tehát nem lenne semmi gond, csak annyira eredménycentrikus voltam, és mindig az új. Kijött akkor a VRC, akkor nagyon dolgoztunk még a én következő tudom, évben, hogy VRC, valahogy VRC legyen, akkor mondták nekem a Szilti Sport, hogy ezt a VRC-t még ne, majd a következőt, mert ez még ugyanaz, mint a tiétek, csak VRC kaszniba. De igazából már óriási volt a lépték a pénzbe, hogy ez mekkora költség lenne, és azt már nem tudtuk megugrani, nem tudtunk megfelelő szponzorokat, nem tudtuk finanszírozni. Az az igazság, hogy tényleg azért mi fájó szívvel és kicsit meghökkenve vettük, amikor te azt mondtad, hogy akkor vége. Hát, és ezt meg tudtad tenni akkor tényleg? Annyira maximalista után nincs VRC, akkor abba agyad? Annyira, így van. És mennyire bántad ezt a döntést? Meg igazából nem bántam. Hát ennek már lassan 25 éve volt. Igen, igen. Hát azóta benn vagyok ugyanúgy az autósportban. Igen, de nem vezet. Az, hogy én vezettem, az egy nagyon jó élmény volt, és egy elvehetetlen élmény volt, ameddig én versenyeztem, de én gyerekkorom óta a fúrás, faragás, autóépítés, motorépítés, minden, tehát ez volt az én mindenem. És ebbe teljesült ki még, tehát én kiteljesültem ebbe, hogy a versenyautókat építhettem, csinálhattam, és nagyon jó volt vezetni utána. És te nem ellenkeztél? Mert hát neked akkor ez a gyakorlatilag meg... Nekem van szavam. Neked állandóan szabad volt. Semmi. Te mondtad meg, mikor kávéztok még a versenyautóban, és hogy voltak ezek, Tamás? Voltak jó pillanatok. Na, bővebben. Kávészünet dumád. Akkor csúszhatok, na, kávészünet. Az a baj, itt a versenyszervezéssel volt probléma, olyan hosszú egyenesek voltak a gyorság. Azt mondja, hogy bármit lehetett csinálni, lehetett kávézni, újságot olvasni. Hogy kávéztál egy gyorság? Hogy képzeld? Csináltam egy kávé betűt. Aha. És amikor mentünk, akkor megkérdeztem, hogy kérsz kávét? Igen, és akkor odaadtam meg a K meg a V betűt, itt van. Ez így volt? Ez így volt, de ehhez tudni kell azt, hogy reggel kezdődött a verseny, és még hajnal 3-kor írogatta az itinert, mi meg jó, faragtuk. Jó, de hát a navigátornak ez a dolga. Így van, de mi még faragtuk a kocsit. Aha. Tehát még dolgoztunk, szereltünk rajta, úgy indultunk el versenyre. Jó, ez a hivatalos most. Én is ilyen hulla voltam. És ez a kávé történet, ez mindig mondta, kérsz egy kávét. Jó, de ezt a család is nézni fogja. Satöbbi, de ez, hogy kivágta éjszaka ezt a kávét, kiszínezgette, és azt előveszi az itinerből onnan, és oda nyújtja, hogy itt a kávé, hát
Nem is tudtam mit mondani hirtelen rá. De tényleg ez nem zökkentett? Vagy jót rögtél rajta és nyomtattál? Nem, utána ott bele is mentünk egy akkora gödörbe, ahol fölrepett a torony meg minden. Tessék. Hát, és ez akkor navigátor hiba volt szerinted? Ez abszolút nem. Abszolút. Nézzük el az utat, hello! Itinerben, ami van, az benne van, ami nincs benne, akkor utána az már nem van a navigátor hibája. Én elmondok mindig mindent, volt, amikor 20, vagy 17 információt mondott egy kanyarhoz. És Kocsralin. Hát olyan sokat nem, de... De pont annyi volt. Nem voltak navigátor hibák. Egyetlen egy volt a Miskolcrali, a Máinka. Az tető. Ami nem volt navigátor hibá. Nem volt tető. Nem tudom, te is emlékszel biztosra fölfelé. 1 kilométer egyenes, 800 méter egyenes, még 500 egyenes, és csak ilyen pici-pici jobbok benne. Igen, és a végén egy jobb 6. És akkor szépen mondta, hogy 1000, sima jobb, 800, sima jobb, 20, sima jobb, 5. És nem tudtam elképzelni, hogy szedem össze az autót, pakoltam, visszafogtam féket. Jó volt a féktáv. Na látod, ez volt jó féktáv. Nem mondom, hogy mit mondtam akkor neki. Hát Tamás, figyelj. De jó. Ez jó, amikor elhallgatják a utolsó szűkanyar végét. Ugyanez volt Bulgáriában nekünk. Igen, ott mi történt? Mentünk, a idősebb Faragóval, és Schumannnek a gyorsaságia volt, ez a olyan, mint a Gellért hegy. És a hegyoldalba jöttünk lefele, és volt egy olyan rész, egy ilyen bal, kettő hosszú, és utána jött egy enyhébb balos, és a vége egy ilyen visszafordítós. És a Géza azt mondja, hogy bal kettő nyomjat, küldjet. Hát én húztam a negyediket, ahogy szokás, és akkor mondja, hogy bal kettő, vett egy levegőt, 5. Hát ennek a vége az. És milyen 5? Egyébként hát jobbos balos. Nem, hát bal kettő, nem mondja tovább, hogy még egy balos, hanem bal kettő, 5 beszükül. És ott a szalakorlát helyett úgy voltak a gumik, hogy egy terautó gumi félleg be volt betonozva az útba. Na, annak csúsztunk neki oldalt, az földobott, egy ilyen 5 méteres fát ketté törtünk, majd a hegyoldalba lefele. Egyszer oldalán megállt, úgy kellett volna kiszállni, mint a harckocsiból fölfele. Mondom, visszaborítanak vizén, olyan hamar leértünk, nem tudtuk, hogy meddig estünk. És ezért visszaborítanak, hát ezt nem borítják vissza. A hátsó futómű az félig a fán volt, olyan volt, mint a Skoda Feliciájé. Jobb első nem volt. És egy körülbelül olyan 300 méteren ki kellett vágni egy pár fát, hogy egyáltalán föl tudjanak vinni az útig. Fiatalos, lendületes, jól terhelhető csapat, korszerű technológiai felszereltség, magas minőségi normák, földmérés, mérnöki tevékenység, tanácsadás. Ottigeo Földmérő Kft. Majd onnan behúztak a izére, a Schumann főterére, a bazilikához, és nem a bazilika volt a látvány, hanem mi. Ott ültünk reggel 7-től délután 3-ig. Szervizponttól elindult a tréler, 310 kilométerre voltunk. Úgyhogy az emlékezetes marad. Hát akkor a navigátorodnak is. Ugye Ebi édesapjáról beszélünk, Maragó Szabó Andrásról. Viszont neked, azt kell, hogy mondjam, hogy amikor egymásra találtatok Penderik Lacival, neked ameddig tartott a pályafutásod, egy kitűnő és megbízható navigátorod volt, ugye? Nem, mintha az itt ülő Kosztolányi Tamás nem az lenne, de neked ilyen gondjaid nem voltak. Hát szegény pőlő mindig nyert, tudom. Erről a bukáson mondta Titin, eszembe jutott egy sztori, egy meccsekről, hogy mentünk, és nem tudom, melyik gyorsasági volt, de megelőzött a jobb első kerékünk bennünket, és leszálltam itt egy repülőgéppel, és ott álltunk mi is, mert mondta Tito, hogy vártuk, mi is vártuk türelmesen, mint elment az egész mezőn. Hát és a végén jöttek a végén a pilóták, és nem tudom, ismertek egy olyan srác, akinek fél Ford Escort XR3-as íje van. Jaj, ördög mixi. Figyeljetek, állunk az útszél, integet mindenkinek, elmegy mindenki, mert elmegy ő is, fék, vissza. Dükfelszki néz. Itt van 2 sportszájt nektek, értek valamit, és ment tovább. Gyorság közben. Ördög Mixi. Mixi azóta, köszönöm szépen, imádlak. Szóval, visszatolatott és adott 2 sportszeretet. Így van, gyorság közben. Ennyi. És meghirdette az autót, hogy verseny, nagy sebességet nem látott versenyautó eladó. Versenytempót sose látott versenyautó eladó.
Hát igen, hát a Mix is fogalom volt az XR3 éve. Nagyon nagy arc. Na de a te autód is fogalom volt, ez az Escort WRC, tehát ott tartottunk, hogy az létrejön. De szerintem így utólag, sőt ne is nyilatkoztad nekem, nem tartott az jó döntésnek. Igen, túl volt dimenzionálva az a kocsi nagyon-nagyon. Igazán én nem voltam ennyire ilyen így, hogy vadásztam a legjobb technikát. Egyszerűen amíg az a kocsi ment, én élveztem az autóval az a közlekedést. Volt ereje az autónak. Hát ereje az volt, igen. Erős volt, tök szépen fordult, főleg betóra volt, de főleg azért, mert burván egyszerűen mi nem tudtuk azt fönntartani, minden versenyben újraépíteni az autót, és a betonnak a költségét tudtuk viselni. És összeszóltunk, én nem is akartam igazán váltani, a mai napig versenyzik az a kocsi, hogy megbízható lenne, de vagy ez füstölt, vagy ez ment tönkre, vagy amaz, egyszerűen belefáradtam ebbe az egészbe. Tehát nem olyan megvertek, vagy nem vertek, meg teljesen mindegy, élveztük az autózást vele, de egyszerűen ez a Ford, ez így tönkretett bennünket. Tehát igazán nem terveztünk már, elindultunk, gondoltuk két gyorság, három, de addig nagyon megyünk. Hát és így nem lehet azért versenyezni. Rengetegszer kiestetek vele, viszont az egyik legszebb győzelmed az Pécshez, a Mecsek Rallyhoz fűződik, és ezzel az autóval. Azért úgy éltünk célba, hogy egy henger nem ment. Tehát az utolsó, 97-ben úgy mentünk be a célba, az Oli mögött, hogy a kuplunk nem volt, épp hogy legurultunk, esküszöm így volt. És az utolsó két gyorsan csak három henger ment, amikor 2001-ben győztünk. Csak ilyen taknyos volt az út, és pont jó volt az autónak, nagyon jól feküdt volt a Fordnak egy olyan lehetőség, hogy a stabilizátort lehetett pújítani három állásra. Esett az első, pak pújítottunk, és tök szépen úszott az autó, tehát nagyon kiszámítható és jó indulatú volt vizen az autó. És egész jól behúztuk akkor azt a győzelmet, mert a motoráztető is kinyílt, egyszer elfejtettek a srácok lecsukni, és Árpától lefelé, amit szólt. Úgyhogy igazán az is problémás volt, de akkor már annyival vezetünk egy perccel, hogy csak épp, hogy behúztuk azt a győzelmet, de a két Mecsek Rally. De figyelj, de nem mindenki mondhatja el, hogy nyert Mecsek Rallyt. Nagyon büszke vagyok arra 2004-re is, meg erre is. Úgyhogy tényleg akkor 2000-ben komolyabb szponzoraim jöttek, és nagyon sok külföldi versenyt mentem. Kint is gyakorlatilag elég komoly mosoda voltam abban az időszakban, és nagyon sokat autóztam, és nagyon sok kilométer volt bennem, és már nagyon fentem a fogamat a Mecsek Rally nagyon. Én emlékszem arra a szponzori feliratra. Az Escort azt a nagy feliratot. Gyakorlatilag tényleg, és pont akkor volt aztán. Szerintem az olasz érdekeltségű cég volt, amelyiknek a termékét itt árult. Figyelj, abban az időben ott volt a Terbo, volt egy olajcég, és gyakorlatilag volt a Miss Popcorn, az a cég, akik szponzorált, és pont akkor jöttem haza egy ilyen Európa bajnokságból, Kulig mögött voltunk más, és onnan jöttünk vissza. Tehát egy hetet voltam otthon, pakoltam és jöttem, tehát akkor egész jó formában voltam, és akkor sanszos volt. És sajnos nem is voltak akkor, senki nem volt igazán, ott a picit még a Benik próbált a nyomunkba szegődni abban az időszakban. De nem maradt, tehát, de aztán félreállt, vagy valami szokokból kiállt, de már az első gyorsan is kapott egy percet, vagy valami ilyesmi volt, szóval. Dolgozó szállítás. Buszrend. Csoportoknak. Buszrend. Rendezvényekre. Buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek. Buszrend? Ez nem kérdés. Az jó volt az időszak. Úgyhogy pont akkor azt akarom mondani, hogy volt bajnokság 96-ban, stb., de mire beértünk, az ilyen 2000, 2001, 2002 környék voltunk, annyi kilométer, meg annyi tapasztalat, meg annyi kudarc volt, hogy abból azért kisörrel belőlünk egy picike. És akarni akartunk mindig is, ugyanúgy, ahogy Zoli, tehát mi is ilyen küzdők voltunk nagyon. Épített egyet, a kipufogó megvan. Elvette a kedvedet az Escort WRC ezzel a sok műszakibával minden, és akkor... Szépen épült le ez az egész motivációt? Különben figyeltem, hogy nagyon sokfajta versenyző van. Van a Fejrvári Csabi barátom, aki most nekem navigációs versenyző. Ő igazán a két gyors között szeret beszélgetni, meg interjút adni, ennyi az egész. Zoli imád fúrni, faragni és fejleszteni. Én neked mind utáltam. Én imádtam tréningezni és imádtam versenyezni. De az odavezető út, a szervíz, a szponzorok, a gépátvétel, ez a cirkusz, ez nekem megmérgezte. Amikor már bennültem az autóba, jutott odáig, akkor jó volt. De odáig eljutni. A vezetés az mennyi volt? Az 20-30% volt, a többi volt a 70%, és az kivette az embert.
Én a Lajta és Zsoltnak is mindig ott vagyok a verseny, és a Zsoltit eltiltom a versenyen, hogy a gép átvétel nem menj oda, mert annyira átéli, hogy elfárad, kikészíti magát. Tehát nekem az volt a szerencsé, hogy Török Peti, tudom, hogy menjen, rátett két csokit, meg egy CD-t az ágyamra, zenét hallgassani, nem volt ezzel dolgom. Elintéztek most mindent a srácok, nekem csak tréningeznem kellett. A tréningi jöttem gépátvételre, ott csak meg kellett állnom, aláélni, már dobtak is ki, menjen vissza tréningezni. Nekem ilyen jó volt az életem. De hogy amikor már elkezdett foglalkozni, fejleszteni az autót, meg bele, meg stb. Stb., az engem kivett. Tehát vezetni szerettem, meg ezt imádtam, most is mennék, de ez a protokoll, ami előidézi ezt az egészet, meg tényleg utána járni, kapcsolatok, stb. Stb. Hát és ez most még hosszabb. Ez borzasztó, ez borzasztó. Nem tudom, szállásfoglalni, azért van még egy pár dolog azon kívül. Igen, az a szállásfoglalni. Versenyző versenyezzen, ki kellene, hogy szolgálják, csak ez kicsi ez az ország. Tehát. Igen, meg hát nem kéne szerelni ugye éjszakán. Semmit. Ugye? Ja. Ja, 95-ben meccsekre úgy jöttünk vissza, hogy nekem a Neon navigált, de reggel 6-ig nem találtak sehol, elment bulizni, és egy ilyen taxival jött be, de taxival jött be a reggeli starthoz. Tehát nem tudtuk, hol van. Nem tudtam, hogy el tudunk-e indulni. Ellopták a kerekeinket, és eltűnt a Neon. Na, az egész egy összeesküvés elvélet volt, tehát ott álltam, és 5 perc alatt a startot érkezett meg. Bocs, valamit sajnáltam, bocsi. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Folytatjuk egyébként, nyilván ez vágott adás lesz, de most tartottunk egy kis cigarettaszünetet, de... Ki miatt már megint? Nem olyan mondom. De mintha valami sztorik lennék, valami nem akartok nekem elmondani. Tényleg, hogy voltak ezek a cigarettaszünetek a rally alatt? Hallod. Mindent nem lehet. Mindent nem lehet? Nem lehet elmondani. De voltak ilyen legendás valamik szerintem, legalábbis én úgy tudom. Hát én... Jó legenda. Igen. De legend. Nem tudom, mire gondolsz. Nem? Én úgy hallottam, hogy volt autóban is cigarettázás, hogy ez nem igaz? Nem. Nem, azért ez nem. Nem. Látjátok, gyerekek? Nem, ez a viccelődés volt, csak hogy egy kávécigi... Aha. Etapon volt, nyilván. Úr, nem engedtő, de látjátok, így maradtatok meg ti a köztudatba, hogy az a humoros, poénos páros. Akkor nem a vezetésről, ugye? Nem a vezetésről. Hogy milyen sztorik voltak még mellette a versenyem. Ott jó. Jó sztori volt. Egyébként én reklámozom egy kicsit gyógyszergyárakat. Én 2 évig Dedalonnal navigáltam. Igen, mert? Hát én nem bírom, tehát én a hajót se bírom, sőt a vízibiciklin kész vagyok, tehát ha egy kicsit hullámzik a víz, akkor én már rókázok, és én 2 évig gyógyszerrel navigáltam. Tényleg, na volt, ezt nem olyan, tudtuk. És meg volt szedálva, azért volt. és az Oli úgy hitt, hogy ez az ember ült egy Subaru-ba, hallott Tamás, ez az ember ült egy Subaru-ba. Nem, de a Ford-ba igen. Igen? Igen, sőt volt olyan, amikor edzés... De a Subaru-ra már megszoktad ezt a dolgot? Igen, hozzászokott a gyomrom. Nem volt idő. Na, és akkor most tényleg tisztázzuk ezt a 97-es Budapest rallit, hogy ez hogy volt? Mindenki arra kíváncsi, hogy tudtatok keveredni egy ilyen szituációba, ami azóta is szerintem az egyik leghumorosabb magyar ralli történet. Az, hogy azt most nem mesélem, nem publikus. De. A lényege, hogy nagyon messze szervizeltünk attól a kijelölt pályától, uh-huh. És hát a legfőbb probléma, csak gyalog lehetett bejárni azt a pályát, uh-huh. Tehát nem tudta végigkocsikázni. Aztán bizonyos okok miatt ez a bejárás ez elmaradt. Mondd, hogy miattam. Te miattad, rohadjál. Miattunk maradt el, jó? Nem akartuk lesétálni. Hány évre vannak ezek a dolgok titkosítva? Nincs ezt titkosítva, nem akartuk lesétálni. Én nem akartam, aha, ő mondta, hogy menjünk. Aha. Aha. Minek ott van a rajz előtted, tehát egy prologon csak eltalálunk, kész ki van gumizva. Ez úgy történt ez a dolog, különös. Hogy mondtam neki a szerviz ponton, hogy Zoli, gyere, menjünk, mert csak gyalog lehet lesétálni. Minek menjünk, ki lesz gumizva? Na, mondom, jó van, akkor én mondom, biztos nem sétálok egyedül, én nem vagyok hülye. És amikor... Akkor itt volt a baj. Jó. Ja, jó. Igen, tényleg. És akkor ott... Kisfiam. Igen, kisfiam. Ez a te hibád volt. Nekem mondta a pendő, hogy gyere, megyünk, sétáljuk védelme. Hagyjál már, de megyünk végig, ennyi. És ő lesétálta? Lesétáltuk meg. Ott de milyen szerencs, hogy a felvétel alapján, ami az tudtunk miután menni. Ott van a YouTube-on, ugye, abból ki is derült, hogy ki ismerte a pályát, és ki nem, ugye, Tamás? Én a közelben laktam, nekem ciki lett volna, nem találok onnan ki, érted? HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend.
Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Megszóltak volna. Na és akkor elrajtoltatok? Úgy álltunk a rajthoz, és ugye elég alacsony ülsz a versenyautóba, és ugye előre néztünk, és csak egy gumiréteget láttunk mindenhol. Mindenhol. A sarkánál nem emelték meg, ahol be kellett volna fordulni, egy vagy két gumival, ahogy szokták, és néztük, és fogalmunk. Beteg egy pálya volt, nyugodtan mondjad, beteg egy pálya volt. De fő, aki egyébként az, tehát a videók alapján egyébként az. Egyébként az, és ráadásul még a Janika is, aki ment előttünk, eltévesztette egy helyen, mert hagyott egy ilyen szép gumicsíkot. Hát ott mentünk át, két gumi közé. Gondoltuk, hogy ha ő jó helyre megy, akkor mi is, és bementünk mi is oda. Hát aztán utána megálltunk, mert azt se tudtuk, hogy hol a kijárat. Tehát fogalmunk nem volt, és akkor végre jöttél egy perc múlva. Ennyire még sosem örültünk. De hát figyelj, ez egy zseniális megoldás volt a részedről. Ha menj a Szelecki után. Menj már, utána sose találunk ki. Nem lehet elfelejteni. De hogy te se találsz ki. Ketten bolyongunk ott, még most is találunk. Jó, de hát most mondta, hogy nem messze lakott onnan. Hát meg a pölő lesétáltam, hogy rendes gyerek. Hol a pölő? De figyelj, igazán egy hónapra eljött, hogy legyen szíves, utaljunk át egy kis pénzt a számlájára, mert a marketing pozíciónkat jóval följebb sorolta ez a videóval, úgyhogy azóta jöttek a szponzorok. Köszönjük neked, Tomi. Nagyon szívesen. No, hát remélem tetszett, amiket felidéztünk a 90-es évek közepéből. Köszönöm szépen Gerencsér Titinek, Bató Zoltánnak, Szelecki Tamásnak és Kosztolányi Tamásnak. A talk show felvételei az impozáns Kodály Központban készülnek. Világszínvonal Pécsett.